A háromnapos akció a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház szervezésében a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával indult el. A program célja, hogy népszerűsítse az önkéntes munkát a fiatalok körében. A kezdeményezés 16 évvel ezelőtt német nyelvterületről érkezett Magyarországra. Először egy csapatnyi önkéntes kezdte meg a munkát, aztán évről évre egyre nagyobb létszámban. Itt a Covid alatt kisebb létszámmal, de most megint 7000 fővel fogunk önkénteskedni, több mint 7000 fővel. A rendezvény sorozat országos megnyitóját Nyíregyházán tartották. A házigazda intézmény vezetője elmondta, hogy tanulóik évek óta részt vesznek az akcióban. A diákok nagyon kreatívak, nagyon ötletesek. Nem csak az iskolán belül segítik a kisebb társaikat, játékokat készítenek nekik, madáretetőt készítenek az udvaron a madaraknak, hanem ellátogatnak idősek otthonába, ellátogatnak állatmenhelyre, elmennek sírokat gondozni, tehát nagyon sok területen próbálják valóban ezt az önkéntes szolgálatot tenni. A 10. osztályos Schnitzer Zsófia szerint az önkéntes munkának közösségformáló ereje is van. Én már tavaly is részt vettem ebben a programban. Tavaly osztályszinten voltunk az állatmenhelyre, és ott adományoztunk különböző dolgokat, állateledelt és lédetett az állatoknak, és elvittük őket sétálni. És az idén is tartjuk ezt a vonalat, úgyhogy most is oda fogunk menni, mert nagyon megtetszett nekünk, és szerettük ezt a programot. A megnyitót követően az iskola diákjai virágokat ültettek az intézmény területén található méltóság mezején. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 14 településen 25 projektet teljesítve közel 2400-an végeznek önkéntes munkát a három nap során.